Csedi felső, nyaklánc, fülbe való. Ki vagyok én? Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, van pár változás. Első és a legfurcsább nekem, hogy fülbe valót tettem be, és egyelőre egész jól bírom. A másik, hogy lenyúltam Bencének az új hátterét, és kipróbálom magamnál is, ugyanis egy kicsit megirigyeltem. Nagyon tetszik ez a szürke háttér, nagyon letisztult, úgyhogy kipróbálom ezt is. És ahogy a címből már láttátok, egy leleplező videóval érkezem nektek. Egy olyan témát hoztam ma nektek, ami nagyon sokszor előkerült a Bencével közös sorozataink alatt. Kérdések voltak, titkok voltak, de mindnek volt egy közös vonása, ami nem más volt, mint a témájuk, ugyanis mind a szövegtelenítésről szólt. És ha bár az igaz, hogy ezekben a sorozatokban Bencével mi elég nyíltan beszéltünk erről a témáról, szerintem ez egy viszonylag tabu téma egyébként, még mindig, viszont van egy hely és egy kapcsolat, ahol egyáltalán nem tabu, és ez pedig a barátnők kapcsolata. Ugyanis a barátnőink biztos, hogy mindent tudnak a szőrtelenítési szokásainkról. Tegyétek a szívetekre a kezeteket, biztosan, hogy ti is meg szoktátok beszélni, és szerintem ez így teljesen rendben is van. És arra gondoltam, hogy mesélek nektek egy kicsit az én élményeimről igazából, hogy hátha, akik még most kerülnek bele ebbe a világba, a szőrtelenítés világába, azoknak tudjak egy kis segítséget nyújtani, és egy picit talán kozmetikus oldalról is megfognám ezt a témát. Menjünk vissza egy kicsit oda az időbe, amikor általános iskolások vagyunk, és a testnevelés öltözőben a lányok elkezdik megbeszélni, hogy ki az, aki szőrtelenít már, ha igen, akkor mit használ, kinek mit enged az anyukája. És őszintén megmondom, hogy erről nagyon, nagyon élénk emlékeim vannak, ugyanis nálunk minden egyes tesi óra előtti öltözés, előtti vagy utáni öltözés biztosan, hogy így telt. Egy valami szerintem, ami egyébként nagyon fontos, és ez nem teljesen a témához tartozik, de szeretném kiemelni, hogyha bármit szeretnél csinálni, és tényleg most csöppensz bele ebbe az egész témába, beszéld meg az anyukáddal, és merjél neki szólni, merd megkérdezni, biztosan, hogy nem fogja leharapni a fejed, és tudja, hogy együtt a legjobb döntést tudjátok meghozni, úgyhogy ez a legnagyobb tippem szerintem a tizenéves lányoknak. Természetesen annó, úristen, egyébként belegondolni, hogy lassan 10 éve, hogy ez a téma így aktuális lett, vagy nem tudom, hogy mondjam így. Hú. Sajnos egyébként szerintem az első gondolata mindenkinek, amikor a szőrtelenítésről elkezdünk beszélni, az a borotva. És őszintén megmondom, hogy nekem nagyon nincsenek jó tapasztalataim a borotvával, nagyon nem bírja a bőröm. Valahogy nekem mindig félre csúszik valami, amikor borotvát fogok a kezembe. Na jó, ez azért nem teljesen igaz, de a bokámon például van egy akkora vágás, hát most már nem vágás, most már egy gyönyörű szép heg, ami örök életemre ott fog maradni. Úgyhogy, ha engem kérdeztek, akkor én antiborotva párti vagyok mindenképpen. És nálunk, amikor feljött ez a téma, akkor édesanyja tuti, hogy azt mondta, hogy eszembe se jusson a borotva, ugyanis emlékszem rá, hogy vett nekem egy szőrtelenítő krémet, és nekem szerintem ez volt a legelső szőrtelenítős élményem. És itt szeretném megmutatni azt a csomagot, amit a Vittől kaptam, egy kisebb adag szőrtelenítő krémet kaptam tőlük, és őszintén megmondom, hogy nagyon örültem neki, mert karantén alatt valahogy a szőrtelenítés az nem... Úristen, ez nagyon rosszul hangzik kimondani, de nem tartozott a legfontosabb teendőim közé, úgyhogy ünnepélyesen bejelentem, hogy tegnap kipróbáltam. Nagyon régen használtam már szőrtelenítő krémet, de én még mindig szeretem. Nekem valahogy van egy varázsa, vagy nem tudom. Kis háttérinfo arról, hogy hogy működnek egyébként a szőrtelenítő krémek. Ez egy nagyon sűrű, egy picit habosabb állagú krém, amit szépen felkensz a lábadra, karodra, hónaljadra, maximum bikini vonaladra, de annál tovább nem szabad menni. Nagyon lúgos hatású a krém, és konkrétan feloldja a szőrszálakat. Egy nagyon picit be tud menni a hajhagymába is végül is, tehát nem csak olyan, mint a borotva, hogy
lecsapja a tetejét a szőrszálnak, úgyhogy vékonyabban nő vissza a szőr, lassabban is fog visszanőni, mintha csak borotválnál, és természetesen nincsen ott a megvágás lehetősége. Kibontottam nagyon gyorsan egyet nektek, megmutatom, van hozzá egy ilyen spatula, ezzel tudod egyébként felkenni magát a krémet. 3-6 percig kell egyébként fent hagyni magát a krémet, annál tovább egyébként nem szabad. Ez egy újfajta, 35%-kal kevesebb kemikáliát tartalmaz, mint az előzőek, de ettől függetlenül be kell tartani az időkorlátot, és utána a spatulának ezzel a kis gumis végével nagyon szépen, mintha borotválnád, csak természetesen penge nélkül le tudod szedni a szőrödet, és teljesen sima karod, lábad, hónajad vagy bikini vonalad lehet. Ami miatt egyébként kifejezetten praktikus egy ilyen szőrtelenítő krém. Jobban leszedi a szőrödet, mint egy borotva, nyilván veszélytelenebb, és emellett még hidratál is. A bőrödet nem irritálja annyira, mint hogyha egy pengével szednéd le a szőrödet. És ahogy mondtam, tegnap nosztalgiáztam egy kicsit, és kipróbáltam ezt az új fajtát is. És nem tudom, nekem ez egy rituálé, sokkal olyan hangulatosabb, mint hogyha borotvával csinálnád. Nem tudom, én nagyon szeretem a szőrtelenítőkrémet. Úgyhogy igen, ez az én véleményem. Kommentbe írjátok meg, hogy ti hogy vagytok vele, és haladjunk tovább a sztorival. Szóval az első lépés általában a kislányoknál a szőrtelenítő krém szokott lenni a legveszélytelenebb szőrtelenítési forma, és ezután ketté szokott válni a csapat, legalábbis az én véleményem szerint ez így működik. Lesznek a borotvások és lesznek a gyantások. Én a gyantás kategóriába tartozom, ezt nyilván már sokszor mondtam nektek, tisztában vagytok vele, de először senki se úgy kezdi, hogy profi gyantakészlettel kezd el gyantázni, és nagyon sokszor nem is kozmetikusnál kezdenek el gyantázni a lányok, hanem ugyanúgy, ahogy én tettem, hideg gyanta csíkokkal. És a csomagomban volt egy hideg gyanta is, ami megint csak hatalmas nosztalgiázással töltötte, ugyanis régen, amikor még tanultam, hogy hogy kell gyantázni, ugyanis mindig is nagyon érdekeltek ezek a kozmetikával kapcsolatos dolgok, órákat tudtam eltölteni azzal, hogy gyantázgattam a lábamat, a kezemet, a hónaljamat, és tanultam, hogy hogy a legfájdalommentesebb, és hogy működik a legjobban. És egyébként, ha végig gondolom, akkor az összes létező régi ilyen gyantacsíkra emlékszem, hogy hogy néztek ki, milyen anyaguk volt, milyen színeik, illataik voltak, és egyébként muszáj. Én nem tudom, de ezeknek a vites gyanta csíkoknak van egy olyan jellegzetes illatuk, ami tudjátok, ilyen jó emlékként megmaradt a fejembe, úgyhogy amikor ezeket érzem, akkor... Jaj, nem tudom. Tiszta romantikus. Úgyhogy nekem ez volt a következő lépés, hogy éveken keresztül ilyen hideg gyanta csíkokat használtam, és itt megjegyezném egyébként, hogy azután, hogy kozmetikus lettem, nagymama a mai napig nem engedi nekem, hogy a rendes, görgős gyantával gyantázzam, neki csak és kizárólag a hideg gyanta csík a jó, és csak azzal lehet szőrteleníteni, úgyhogy... Ezekből egyébként van ilyen, tudjátok, ilyen kisebb, ami bikini vonalra, meg bajuszra való, és most már nem biztos, de... Egy-két évvel ezelőtt még mindig volt azokból egy-két darab a táskáimba. Nem tudom, hogy mire gondoltam, de hogyha bárhol bajuszt kell gyantázni, akkor mindig volt nálam. És egyébként, hogyha a kis kozmetikus motyóimat megturkálnám, lehet, hogy még most is van benne. Nagyon sokszor sokkal kényelmesebb egy olyannal csak villámgyorsan legyantázni a bajuszomat, mint felmelegíteni egy egész adag gyantát, és akkor... Értitek, mit akarok mondani, ugye? És szerintem a tini éveket egyébként ez a gyantázás végig kíséri. Itt van egy nagyon vicces sztorim egyébként. Valamimet eltörtem, és képzeljétek el, hogy kaptam egy kis biztosítási pénzt, egy lovas baleset után egyébként, és vettünk egy IPL gépet. Tudjátok, mondtam már a véleményemet az IPL gépekről. Az IPL az a villanófény, és semmit nem ér a szőrnövekedés ellen. Kicsit lelassítja a folyamatot, de egyébként pigmentfoltokra, öregedés ellen nagyon-nagyon jó, de szőrtelenítésre, végleges szőrtelenítésre úgy, ahogy mondják. Úgyhogy hát igen, megvettük jó sok pénzért azt a gépet, és alig használtam belőle valamennyit, és maradtam a gyantánál.
egészen egy pár hónappal ezelőttig, amikor úgy döntöttem, hogy a hónaljamat szeretném lelézereztetni. És ugye tudjátok, ezt is dokumentáltam nektek, 100%-ig elégedett vagyok egyébként az eredménnyel, de csak a hónaljamat csináltattam meg. De a hónaljamon kívül van még pár felület a testemen, amit szeretek szörtelenül tudni, úgyhogy oda megmarad ez a két opció. Lehet, hogy az illata miatt, lehet, hogy azért, mert egyáltalán nem fáj, vagy nem tudom, ahogy mondtam, a rituálé hangulat miatt, de szerintem mostanában vissza fogok csábulni a szörtelenítő krémekhez. Az biztos, hogy borotváért nem fogok nyúlni. És ti már mindent tudtok a szörtelenítési szokásaimról, úgyhogy aki bevállalja, az a komment részlegbe írja le nekem, hogy mivel szörtelenít, mi a kedvenc szörtelenítési eszköze típusa. Csináljunk a komment részlegből egy kis lányos beszélgetést, úgyis ez egy csajos téma, nyilván fiúk is írhatnak, félre ne értsetek, de a lányok ezt mindig megbeszélik egymással, és mostanában, hogy be vagyok itthonra zárva is igazából, és majdnem, hogy csak Bencével beszélgetek, nagyon jó lesne egy csajos kis pletyi lent a komment részekbe, úgyhogy nagyon várom a kommentjeiteket. A Vitnek még egyszer nagyon szépen köszönöm a csomagot, biztosan, hogy el fogom használni. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!